hasaslik. Gusztáv! Ezt az ordítást meg azért hallják a kedves nézők, mert éppen most kezdték el elkészíteni az üvegesre pirított hagymát, és ehhez a sarki üvegest hívták meg, hogy segítsen, de nem tetszik neki a dolog. Hát nem csodálom. És ki az, aki még ott ordít? Egyre nagyobb a hangzavar. Valóban, már nem csak az üveges ordít, hanem az a pénzes ember is, akinek a hasán tálalták fel a húslevest, ugye a húsleves gazdagon nevű étel. Na, ott se nő többször. Az még hogyan? Az egyik zsűritag rendelt egy oldalast. Na, erre kapott egy akkorát, hogy rögtön hurkák nőttek az oldalán. Jó nagy véres hurkák. Ez borzalom. Hát fájat ott, az biztos, de biztos, hogy nem annyira, mint annak a vendégnek, aki rendelt egy vagdaltat. A szakács a konyha ajtóból vagdalta oda hozzá. A desszertek gondolom azért jobban sikerültek. Hogyne, van egy öreg hölgy, aki már a harmadik hidratáló krémest keni fel a ráncaira. De sajnos egy másik influenzát kapott az érkezés után felszolgált bacicsokitól. Készült valamilyen különleges étel is? Hogyne, néhány ruhadarab. Az egyik szakács a feleségének készített egy párizsi kosztümöt 70 kiló párizsiból. Magának pedig egy ilyen jó, meleg, nyakköré tekerhető marha felsálat. Gondolom, hogy a tálalást is külön pontozzák. Így van, a győztes szervírozás egy szlovák gyártmányú tányér lett gajakkal díszítve. Ez a Tóth Ágastál. Az ifjú pár tiszteletére 1, 2, 3, most! Köszönöm, uraim, remek volt. Valami csavarja az orromat. Valami nagyon csavarja.